ebben a sorozatban csak egyszerűen ki fogunk választani 7 verset egy bizonyos témáról, és azt fogjuk röviden elemezni. Ezúttal pedig a törvényről lesz szó, és arról, hogy az úgynevezett új testamentum, vagy új szövetség, a brit hadasa mit mond a törvényről. Bár rengetegszer volt szó erről, az első mégis Mati Yahu Máté 5-ös fejezet 17-től 20-ig lesz, mely így szól: ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek, amely a profétáknak eltörlésére. Pont. Azaz egyértelművé teszi, hogy nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, vagy beszüntesse, vagy megszüntesse, vagy lezárja, vagy befejezze. Még egyszer megismétli: nem jöttem, hogy eltörölje. Nem azért jött, hogy eltörölje, hanem inkább, hogy betöltsem. Megbeszéltük már a videókban korábban, hogy mit jelent a betölteni. Betölteni azt jelenti, hogy aszerint élni. Ő betölti azt a funkciót vagy szerepet, ahogyan az embernek élnie kellene a törvény szerint. Nem azt jelenti, hogy ezzel eltörölje. Nem jelentheti azt, hiszen megmondta, hogy nem azért jött, hogy eltörölje. Ha az eltörölni azt jelenti, hogy érvényét veszíti, akkor a betölteni nem jelentheti azt, hiszen arról beszél, hogy sokkal inkább azért jött, szóval nem azért, hogy eltörölje, hanem hogy megmutassa nekünk. Ez egy rejtély, hogy hogy lehet ezt félreértelmezni, hiszen a következő verszakban tovább erősíti ezt, mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényben egy jóta, egyetlen pontoska el nem múlik, míg minden be nem teljesedik. Minden még nem teljesedett be, ég és föld még mindig van, így a törvényből semmi nem múlt el. Megmondta, hogy nem törli el, még egyszer megmondta, most megmondja, hogy nem múlik el, amíg ég és föld van, vagy minden be nem teljesedik. Minden még nem teljesedett be, többek között még az ítélet Babilonon nem történt meg, de ugyanúgy Izrael egyesítése sem történt még meg. 19. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket a mennyek országában a legkisebb lészen. Én nem pályáznék arra, hogy a legkisebb legyek ott. Úgyhogy mindaz, aki nem tartja be, aki megrontja, és ezt tanítja az embereknek, a semmi jóra nem számíthat. Azonban, aki úgy cselekszik, azaz úgy él, és úgy tanít, az nagy lészen. Tovább folytatja ugyanazt, nem eltörölni jött, megerősíti, megmondja, hogy nem múlik el, megmondja, hogy jobb, ha úgy cselekszel és úgy tanít. A második, Matityahu Máté 19-es fejezet 16-tól 19-ig lesz, mely így szól: és ímé hozzájövén egy ember mondané ki: jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? A kérdés az, mi jót cselekedjen ahhoz, hogy örök életet nyerjen, azaz eljusson a királyságba, és oda, ahova mindannyian szeretnék. Ő pedig mondané ki, azaz Jahusa: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Atya, Elohim. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Tartsd meg a parancsolatokat. Mondané ki: melyeket? Jahusa pedig mondta: ezeket, ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanú bizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat, anyádat, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Melyek ezek a parancsolatok? A 10 parancsolatot idézi, valamint az összes többi, hiszen szeresd fele barátodat, mint te magadat, 3 Mózes 19-18. Nem azt jelenti, hogy ennyi parancsolat van, azt jelenti, hogy ezeket sorolja fel, mert tudja, hogy ebből megértik az emberek, hogy mire gondol. A Tora instrukciókra, hiszen szeresd fele barátodat, mint te magadat, ez nem a 10 parancsolat része. Ez 3 Mózes 19-es fejezet 18-as versben van leírva. Ez mindazokat a parancsolatokat foglalja össze, melyeket a Torában Mosé vagy Mózes által Jahua kijelentett az emberiség számára. Azaz a kérdés az, hogy mit csináljon, hogy örök élet nyerjen. Azt mondja, tartsd meg a parancsolatokat. Melyeket? Azokat, melyek a Torában megtalálhatók. Azaz egyértelművé téve neki azt, hogy ezeket a parancsolatokat meg kell tartani annak, aki az életet választja. A harmadik, Márk vagy Márkosz 10-es fejezet 17-től 20-ig,
mely gyakorlatilag az előző történet megismétlése kicsit másképp. És mikor útnak indult vala hozzá, futván egy ember letérdelvén, előtte kérdezi vala őt. Jó, Adonai vagy Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Kérdés ugyanaz, mint az előbb volt. Hogyan él az ember? Jahusa pedig mondani ki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Elohim, vagyis az Atya. A parancsolatokat tudod. Azaz, mit cselekedjem, hogy örök életet elnyerhessem? A parancsolatokat tudod. Azaz, tudod, hogy mi a teendő, tudod, mi a tora, mi az instrukciók, tudod jól, hogy ez az, ami által él az ember. Ne paráználkodj, hogy ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, kárt ne tégy, tiszteljed atyádat, anyádat, kárt ne tégy, ez nem a 10 parancsolat része. Ez mind összefoglalja azokat, amikre ő gondolt. A parancsolatokat, a torát, az instrukciókat, nem azt, amit kedvesnek tartasz, vagy amit egyszerűnek, vagy amit logikusnak tartasz, hanem az összeset. A parancsolatokat tudod, megvan adva, mindig is megvolt. Ez az, ami az örök életre vezet. Ez a tanulsága a történetnek. Azt pedig felevén mondanék, hogy Adonai, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Azaz az embernek úgy kell élnie, nem elég mondania, hanem úgy kell élnie, hiszen megtartani csak úgy lehet, ha az ember úgy cselekszik, úgy él. A negyedik Lukács, Lukász 10-es fejezet 25-28-ig így szól, és ímé egy törvénytudó felkele, kísértvén őt és mondván, azaz meg akarta tudni, hogy mennyire ismeri valójában ez a másiák, vagyis felkent a törvényeket. És így szól, Adonai, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Azaz ugyanaz a kérdés, mint az előbb volt. Mit tegyek, hogy örök életet nyerje? Érdekes módon soha nem mondja nekik azt, hogy semmit. Kegyelem alatt vagy viszlát. Vagy majd, ha meghalok, akkor utána kegyelem alatt leszel úgy, hogy felejtsen minden. Minek tanítana valamit itt, hogyha az meg fog változni 2 hét múlva? A lényeg az, hogy azt mondja, hogy mi az örök élet titka, hogy jutok el oda. Ő pedig azt mondja neki, törvényben mi van megírva, mit olvasod? Azaz honnan lehet tudni, hogy lehet az örök életet megnyerni? A törvényben le van írva. Olvasd el, mi van ott megírva, te hogyan értelmezed? Az pedig így feláll. Szeresd Jahuát, a te hatalmasságodat teljes szívedből, teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. A törvényben hol van ez leírva? Devarim, 5 Mózes 6, 4-től 6-ig az első része, 3 Mózes Vaikra, 19-18 a második része. Ez a kettő foglalja össze a törvény. Nem ez a két törvény van, hanem ez a kettő a törvény összefoglalása. Ebből ezek az emberek, a törvénytudó, és akik ott voltak a környéken, értették, hogy miről beszél, hiszen ők ismerték a törvényeket. Ők tudták, hogy 5 Mózes 6-4-6 többek között meghatározza azt, hogy ez a két nagy parancsolat. Illetve az egyik, és a másik pedig 3 Mózes 19-18-ban le van írva. Ezzel foglalja össze. Nem azt mondja, hogy ez a kettő van, azt mondja, hogy ezzel foglalja össze. Mit válaszolja Húsa? Mondta pedig annak, jól felelél, azaz ez van a törvényben megírva. Tudjuk, hogy a Tora, az instrukciók, az úgynevezett Mózes törvénye, az nem két törvény, hanem annál sokkal több. Azt mondja, jól feleti, ezt cselekedd és élsz. Nem ezt hidd, vagy ezt mondogasd, vagy ezen gondolkodjál, hanem ezt cselekedj. Cselekedd. Hogy lehet azt cselekedni, hogy valaki szereti Jahuát? Úgy, hogy követi az ő utasításait. Hogy másképp lehetne kifejezni a szeretetet, mint azon a módon, hogy engedelmes az ember és alázattal keresi azt az utat. Erre gondol. Egyértelművé téve, hogy a törvényben van az örök élet titka. És az összefoglalható egy szóban, a szeretetben. Márk vagy Márkosz 12-es fejezet 28-34-ig ugyanezt a történetet írja le, de egy kicsit más szemszögből, úgyhogy nézzük meg. Akkor hozzámenvén egy az írástudók közül, írástudó vagy törvénytudó, teljesen mindegy, ismeri a törvényt. Aki az ő vetekedésöket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelele nékik, megkérdezi tőle, azaz jön, hogy ismét csak próbára tegye a másiákot, a felkentett azt, aki profétának hívnak. Melyik az első minden parancsolatok között? Jahusa pedig felele néki, minden parancsolatok között az első, halljad Jisrael, Jahua, ami hatalmasságunk egy Adonai, vagy egy Úr.
Szeresed azért Jahuát a te hatalmasságodat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ez az első parancsolat. Melyik az első parancsolat? Az első parancsolat nem az, hogy ne legyenek más hatalmasságai előttem? Akkor nem ez az első parancsolat, ez a legfontosabb parancsolat. Mi a második? Ami ehhez hasonlatos, szeresd fele barátodat, mint magadat. A második parancsolat nem ez a 10-ből, a második parancsolat az, hogy ne készíts magadnak faragott képeket. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Ezzel foglalja össze a törvényeket. Nem azt mondja, hogy ez a kettő van, azt mondja, hogy nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Az nem azt jelenti, hogy nincs több, az azt jelenti, hogy ez a kettő a legnagyobb, hiszen ez összefoglalja a Teremtőhöz való viszonyunkat és embertársainkhoz való viszonyunkat. Erre valók a parancsolatok. Teljesen mindegy, ha valaki mondogatja azt, hogy ő így is szereti, úgy is szereti, megvan egy módja, hogy ő hogy szeretné, hogy mi közelítsünk hozzá. Ez az, amit ő kijelölt. Az mindegy, hogy mi mit gondolunk, az a lényeg, hogy ő mit jelölt ki számunkra, és az összefoglalható ebben a két parancsolatban, amit aztán le lehet bontani 613 másikra. Nézzük, hogy hogyan folytatódik. Akkor mondanék az írástól. Jól van, Adonai, igazán mondád, hogy egy Elohim van, és nincsen kívüle más. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből, teljes erőből, és szeretni embernek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Azaz ő tisztában volt vele, hogy mi a parancsolat, mit jelent, annak ellenére, hogy ő egy írástudó volt, vagy egy farizeus, vagy egy törvénytudó. Ők tudták, hogy a törvény ezt jelenti. Ők azzal is tisztában voltak, hogy nem ez az egy törvény, hogy az utcán kell fel alá rohangálni és ölelgetni mindenkit. Tudták, hogy ez mit jelent, és hogyan kell viselkedniük, és mi ennek a szabályrendszere. Jahusa pedig látván, hogy bölcsen felelt vala, mondanéki, nem messze vagy Elohim országától, és többé senki sem meri vala őt kérdezni. Azt mondta neki, hogy nem messze vagy Elohim országától. Azaz majdnem ott vagy. Miért? Mert Jahusába vetett hitre szükség van ahhoz, hogy az ember eljusson oda. Hiszen nincs több áldozat a bűnért. Csak ő. Ezért mondta, hogy nem vagy messze. Egyetértett vele, mert azt akarta tudtuk ráadni, hogy a törvények betartása a megnyilvánulása annak, hogy az ember szereti a teremtőt és szereti fele barátját. Miért mondta azt, hogy nem vagy messze? Azért, mert a mesiákba vetett hit elengedhetetlen, hiszen a bűnért áldozatra van szükség. Vagy ő az áldozat, vagy mi leszünk azok. Ugyanez a történet Matteus 22-es fejezet 35-től 40-ig. Nézzük, hogy mi az, ami ebből kiderül. És megkérdezi őt közülük egy törvénytudó, kísértvén őt, és mondván, Adonai, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Nem azt mondja, hogy melyik az egyetlen parancsolat, melyik az egyetlen, amit nekem be kell tartani, és akkor jó leszek. Azt mondja, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Jahusa pedig mondanék, hogy szeresd Jahuát, a te hatalmasságod a teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. 5 Mózes 6, 4-től 6-ig. Ez az első és nagy parancsolat. Miért? Mert ez foglalja össze a Jahuához való viszonyunkat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Nem azt mondja, hogy ez a kettő az egész. Azt mondja, hogy ettől a kettőtől függ. Amennyiben az ember szereti Jahuát és szereti a fele barátját, akkor képes lesz az egész törvényt megtartani. És megérteni. Hiszen akkor megérti, hogy ez a szeretet. Akkor nem fog rohangálni, és azt mondani, hogy ez rabság, ez átok, ezt eltörölte, ezt el kellett törölni, ezt nem lehet betartani. Mit nem lehet betartani azon, hogy az ember nem csinál magának bábokat, és azokat imádja, vagy karácsonyfát, vagy vasárnapot, vagy mit nem lehet azon betartani, hogy az ember nem kívánja a szomszédnak mindenét, meg nem hál annak feleségével, meg kutyájával, meg mindenével. Mi a probléma ezekben? Ez a szeretet ő szerinte. Az, hogy a világ szerint, vagy szerintünk mi a szeretet, annak nincsen abszolút egy jelentősége. Ez az ő kreálmány, az az egész világ, ő az, aki meghatározza
a feltételrendszert és annak a működését, és nagyszerűen meghatározta. Egyszerűen leírta, hogy mindenki el tudja olvasni, meg tudja érteni, és úgy tudjon élni. Aztán összefoglalta, hogy egyszerűbb legyen megérteni. Szeresd őt, szeresd a többi embert. Ezektől függ az egész törvény és a proféták. Nem ennyi az egész törvény, hanem ezektől függ. Az utolsó, hetedik pedig Jehukanon, János 12. fejezet 47-től 50-ig, mely így szól. És ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem hisz, én nem károsztatom azt. Azaz, aki hallja, hogy miről beszél, arról, hogy a parancsolatok szerint kellene élnünk, amely a szeretet, és szeretni a Huát és fele barátainkat, akkor ő nem károsztatja azt, mert nem azért jöttem, hogy károsztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. A célja nem az volt, hogy elpusztítsa, a célja az volt, hogy megmentse a világot. Hogyan? Úgy, hogy megmutatja az utat, hogy mit jelentenek a parancsolatok, mi a helyes út. Nem a világ parancsolatai az én megérzésem, vagy az, hogy én mit gondolok, vagy hogy majd ő megmutatja nekem, vagy majd én kitalálom, hanem mi az atya szerint. Mi az, amit ő akar, hogy csináljunk? Persze már elmondta néhányszor, annak ellenére eljött, mert látta, hogy még mindig nem értik ezek az emberek, hogy miről van szó. Ezért jött. Plusz ugye a bűnökért valakinek áldozatot kell vállalni. 48. Aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa. Aki még mindig nem érti meg, hogy miről beszél, és megveti őt, ki ő? A szó. Mi az a szó? A törvény, a proféták és a mózesi parancsolatok. Ő a szó. Aki ezt megveti, az megveti őt. Teljesen mindegy, hogy mennyire mondja, hogy neki Jézus meg az Isten a mindene. Aki megveti a törvényt, az instrukciókat, a profétákat és a zsoltárokat, az megveti őt, hiszen ez ő. A beszéd, melyet szólottam, az károsztatja azt az utolsó napon. Mi volt az a törvények? Ő volt maga az élő tora. Eljött, megmutatta, hogy hogy kell járni. Nem a szeretet volt, a Tora, ami maga a szeretet. A kettő egy és ugyanaz. Nem az a szeretet, amit a világ annak hív. Egy másfajta szeretet. Ezért mondta, hogy ez fog károsztatni, ha nem érti meg. Mert az lesz a végén, hogy jó, miért nem csináltad ezt, 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 ezt és ezt, mikor elmondtam világosan, hogy ez a szeretet szerintem. Ez az, amit én akarok. Azt akarom, hogy így egyél, mert akkor nem vagy utálatos, meg akkor nem tisztátalanítod meg magad mindenféle dögökkel. Azt akarom, hogy így öltöz, ilyen ünnepeket tartsál, így viselkedjél, ezeket mondja. Ez fogja kárhoztatni az, amit ő bemutatott. Visszautalt folyamatosan az atya törvényeire. Most is ezt teszi a 49-es versben. Mert én nem magamtól szóltam. Azaz, ő nem mondott semmi újat. Ő nem talált ki semmit, ő nem hozott egy új rendszert, nem törölt el egy régit, ő nem csinált semmit magától, hanem az atya, aki küldött engem, azaz megvan a hierarchia, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek, az atya pedig nem változik, Malakiás 3.6. Az ő parancsolata az egy és ugyanaz mindörökké. Ő az, aki elküldte ide a Mesiákot, hogy megmutassa nekünk, hogy hogyan kellene élni. Megmutassa a világnak, hogy visszavezesse őket a Tora, az instrukciók útjára, és hogy azt az ember teljes szívéből tudja csinálni. Az atya parancsolatait hozta el, és tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Akkor most csak egy parancsolata volt, azért, mert itt egyes számban van, vagy visszautal ismét az instrukciókra, a Torára, a profétákra és a zsoltárokra, hogy az az ő parancsolata és az örök élet. Ahogyan azt megmondta számtalan helyen a Tanakh, az úgymond Ószövetség. Az atya parancsolatai örök élet. Az atya parancsolta a Mesiáknak, hogy mit mondjon, és ő elküldte őt ide. Ő nem magától szólt, és ez az a szó, ami kárhoztatni fog mindenkit, hiszen ez alapján lesz mindenki megítélve. A parancsolatok nélkül nincsen rend, káosz van, mint most az utcákon. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az atya mondotta vala nékem. Az atya nem fog megváltozni azért, mert az emberiség nem hajlandó így élni. Ő próbálkozik figyelmeztetni őket folyamatosan, mint ahogy egy ember figyelmeztet egy gyereket. Térj észhez, ne rohangálj, hagyd abba, ne törd el, ne nyújkáljál. Előbb-utóbb elfogy a türelem, és aztán a következményeket vállalja az a gyerek. Ugyanígy van az emberiség.
Mi vagyunk az ő gyermekei. Elmondta, hogy mi a parancsolat a kezdet kezdetén. Onnantól kezdve folyamatosan egyfolytában mondja és küldi a profétákat és az embereket, hogy figyelmeztessék a népet, hogy ez nem fog megváltozni. Ha fejen áll mindenki, akkor sem. És ezt maga Jahusá Másiák egyértelművé tette. Az élő szó. Elmondta, hogy ő az atya parancsolatait hozza, ezeket ő mondta neki, az atya nem változik, és az ő az a szó, ami által meg leszünk ítélve. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy ezt értse meg, mert az atya mindenkit szeretne ott tudni maga mellett, de annak megvan a módja, melyet ő kijelölt. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!